Ebben a videóban azt fogom megmutatni, hogy a honlapban háttérképként betett képeket, tehát például ezt, hogyan lehet kicserélni. Ez egy haladó videó, tehát a gyengébb idegzetűeknek nem ajánlom. Tehát felé húzom az egeret a tartalom fölé, van egy kis fogaskerék ikonom, rákattintok, látványszerkesztés, belekattintok a tartalomba. És ugye ide megyek, itt látható, hogy tudom szerkeszteni a szöveget, tehát nem a képre van rá égetve a szöveg, hanem ez egy szerkeszthető szöveg. És ennek a háttérképét szeretném kicserélni. Ehhez meg kell néznünk először, hogy ez a háttérkép hogyan van benne a forráskódban. Rákattintok a forráskódra. És itt rákeresek a prezentáció szóra, mert ugye az szerepelt abban a bekezdésben. Tehát ez az a bekezdés, és itt van benne az a kép, amit mi jelen pillanatban használunk háttérképnek. Ugye itt van megadva, hogy background, azaz háttér, az legyen egy ezzel az URL-en megadott kép. Tehát, hogyha itt a mi képünket tudjuk betenni, akkor az lesz a háttérben. Na most ezt tegyük, most egy kicsit félre zárjuk be. És lépjünk be a szerverünknek a tárhelyére, illetve a honlapunkhoz tartozó tárhelyre. Ugye itt meg lehet találni, hogyha nem ilyen lista nézet lenne, tehát hogyha neked így jelenne meg, akkor egyszerűbb lista nézetre váltani, és akkor mindent mutat. Ezzel a gombbal. Jó, tehát ez a CC146 volt a képünk. Na most. Töltsünk fel egy másik háttérképet. A számítógépünkről. Most én már letöltöttem kettőt is. Legyen mondjuk ez a hullámos. Ennek ugye Ctrl-C-vel megjegyzem a fájl nevét. És azt mondom, hogy megnyitás, és feltöltöm. Nagyszerű. És nézzük meg ennek a felbontása, hogy 1280, az majd teljes oldal szélességű. Nyugodtan lecsökkenthetjük, tehát méretezzük át ezt a képet. Mondjuk 800 szélesre. Itt, ha itt tabot ütök, akkor felajánlja a hozzátartozó arányos méretet. Azt mondom, hogy rendben. És ugye, ha most megnézzük a képünket, akkor ez át lett méretezve, itt is van 800x565-ös. Ennek nem csak tárhelyspórolási szempontjai vannak, hanem a Google például szereti, hogyha nem nagyobbak, vagy nem sokkal nagyobbak a képek, mint amekkorában megjelennek. Na, a lényeg az, hogy ezt átméreteztük, fel van törtve a szerverre, most ezt kiixelhetjük, nem nincs már rá szükség, erre sem. Megyünk vissza a forráskódba, és keressük meg újra ezt a prezentációs bekezdést, itt is van. És itt van ez a képünk, ami egy JPG kép, most ennek a helyére beteszem az új képünknek, ugye ez ugyanott helyezkedik el, tehát a Perfiles mappában. Ennek a helyére beteszem azt a képet, amit feltöltöttem. És azt mondom, hogy rendben vagyunk. És már látjuk is, hogy ez a vizes háttérkép ott van a tartalmunkban. Hát sajnos rosszat választottunk, mert ugye fehér alapon fehér a ennek a háttere, de azt mondom, hogy mentés, akkor tökéletesen sikerült, amit terveztünk. Esetleg még át lehet színezni ugye a szöveget. Betűszínét változtassuk valami láthatóra, mondjuk sötét türkizre. Így. És akkor most már látszik a szövegünk is. Ennyi lenne egy háttérképnek a módosítása. Nem mondom, hogy egyszerű, éppen ezért írtam ki a videó segítség oldalra, hogy ez egy haladó videó, tehát olyanoknak, akik nem ijednek meg egy kis kódolástól. Hogyha úgy gondolod, hogy erre feltétlenül szükséged van, és nem szeretnél ezzel bajlódni, szólsz az ügyfélszolgálatnak is, nagyon szívesen segít benne, vagy esetleg meg is csinálja. Köszönöm a figyelmet!